Mint egy 9 órás politikai vitanapot tartottak kedden az MSZP kezdeményezésére a közoktatás helyzetéről az országgyűlésben. Célja az volt, hogy megvizsgálják a pedagógusok által is felvetett és a társadalom széles rétegeiben visszhangra talált problémákat. Köszöntöm nézőinket, a fórum mai vendége Balla György országgyűlési képviselő, tisztelettel köszöntöm. Jó Egyetértettek-e a vitanappal, illetve ezzel a kezdeményezéssel? A Vitanappal egyetértettünk. Jó dolog beszélni, azt gondolom, az ország egyik legfontosabb feladatáról. A mindenkori kormány egyik legfontosabb feladata szerintem a közoktatás kérdése. Hát a Vitanap minőségével és a stílusával az, azt már úgy nagyjából sejtettük, hogy milyen lesz az ellenzéki pártok, hogyan állnak ehhez a kérdéshez, de azt gondolom, hogy nem volt hiába való ott eltölteni az időt, mindenki számára kiderületett, hogy a kormánynak és a Fidesznek ebben a kérdéskörben a legfontosabb az a gyermek. Aki végig kísérte a vitanap történéseit, vagy olvasta az erről szóló híreket, úgy tűnhetett, hogy, hogy a kormány és az ellenzék mintha elbeszélt volna egymás mellett. Mintha nem ugyanazokat a problémákat látnák fontosnak, vagy nem ugyanazokat a megoldásokat tartanák kézenfekvőnek. Az az igazság, hogy ebben a történetben, és kicsit kikalandozok a vitanapból, hogyha lehet. Persze. sokszáron futnak az események. És ez a vitanapon is kiderült. Van, aki a politikai céljaira használja a problémákat, van, aki pedig a gyermekek érdekében szeretné megoldani. Gyakorlatilag azt lehetett látni a vitanap kapcsán, hogy igen, ebben az értelemben az ellenzékkel elbeszéltünk egymás mellett. A, nyilvánvalóan, hogyha a közoktatás mai helyzetéről beszélünk, nem megkerülhető az a kérdés, hogy miért volt szükség a közoktatás átalakítására. És ebben az ellenzék szemlátomás nem volt hajlandó egyébként elismerni a felelősségét. A minap jelent meg egy indexcikk. Azért mondom külön a sajtóorgánumot, mert azt mindenki tudja, hogy nem egy kormányt támogató hanem egy ultraliberális médiumról van szó. Aki az Európai Bizottságnak egy véleményét nem mondanám jelentésnek, mert nem a bizottság által elfogadott, hanem egy szakértői anyag valójában, de az Európai Bizottságnak egy véleményét mondta el, ami a magyar közoktatásról teljes egészében lesújtó. Gyakorlatilag az szerepel benne, hogy a gyermekek jelentős része, az alapkészséget sem tudja elsajátítani és mélyen az Európai Uniós átlag alatt van. Egyébként a PISA jelentések is nagyjából ezt hát támaszkodnak e alá. Erről szeretnék beszélni, hogy és igen, mindez egyébként a 2009-2012 közötti PISA jelentésre támaszkodik. Na most tudom, hogy a múlt az mindig egy kicsit bonyolult, de az a helyzet, hogy ez az időszak gyakorlatilag az oktatási rendszer átalakítása előtti időszak. Tehát, amikor amellett úgy kellett döntenünk, hogy gyökeres fordulatra van szükség a magyar oktatásban, az többek között ez a egészen döbbenetes, egészen lesújtó eredmény hozta. A 90-es évek elején a magyar oktatás még Kifejezetten jó színvonalúnak mutatkozott. Meggyőződésem, hogy a pedagógusok tudása, felkészültsége, elszántsága azóta sem kopott meg. Ők ugyanúgy akartak dolgozni a gyermekekkel, ugyanúgy a legjobbat akarták. Ennek ellenére egy olyan rendszerben voltak kénytelenek dolgozni, ami végül is 2010-re egy egészen katasztrofális eredményt mutatott. De akkor hol romlott el, és mi romlott el? Kitérek majd rá. Nagyon röviden egy mondattal, egészen egyszerűen ez az, a, az a fajta liberális oktatási rendszer, amit 20 éven keresztül ránk kényszerítettek, az mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy felkészült gyermekek szép számban és hasonló eséllyel kerülhessenek ki a magyar oktatásból. De volt az előző rendszernek egy másik hibája is. És itt annyit, hogy jegyezzek meg, hogy amikor rendszerről beszélek, akkor hangsúlyozni szeretném, hogy bár korábban az önkormányzatok voltak a fenntartói. Az intézményeknek ez sohasem az önkormányzatok kritikája, amiről beszélek, hanem a rendszeri. Az önkormányzatok megtették, amit megtehettek. Ha, ha más nem, az bizonyítja, hogy különböző kormányok alatt és különböző színezetű városvezetés alatt is ugyanezek a problémák voltak. Tehát nem arról van szó, hogy valahol valamely önkormányzatnál nem ment jól a dolog, máshol meg igen, hanem arról van szó, hogy az egész rendszer a önkormányzattól és kormánytól függetlenül volt tarthatatlan. Ez azért Tarthatat... részben finanszírozási probléma is volt. és Úgy akartam esetben. folytatni, hogy tarthatatlan volt a szakmai eredménye, ezt mutatják a PISA felmérések, és tarthatatlan volt pénzügyileg is. Tehát az a helyzet, hogy ma már mindenki tudja, 1300 milliárd forinttal kellett szanálni az önkormányzatokat. Az önkormányzatok gyakorlatilag mindig leg, legnagyobb problémája az az intézményhálózat finanszírozása volt a mérete miatt. Én 1990 óta voltam nagyon sokáig kisebb-nagyobb megszakításokkal önkormányzati képviselő. Voltam alpolgármester, voltam ellenzékbe, voltam városvezető pozícióba, volt, hogy feleltem a költségvetésért, volt, hogy nem. Teljesen mindegy volt. Az, hogy gyakorlatilag az önkormányzatok, az intézmények közöttük legjelentősebb mértékben az oktatási intézmények működését biztosítsa egy önkormányzat, az volt számára a legnehezebb feladat. És gyakorlatilag csak hitelből tudta megtenni. Ez azt eredményezte, hogy ha nem nyúlunk bele ebbe a rendszerbe, tehát marad minden a régébe, nem vesszük át, nem vállalja át a kormány az önkormányzatok adósságát, és nem teremti meg az állami közoktatás rendszerét, akkor ma Magyarországon nincsen közoktatás. Ma Magyarországon minden önkormányzat csődben lenne, és teljes egészében megszűnt volna a közoktatás. Ezek azért elég súlyos szavak. De valósak. Hát de a napnál világosabb. Nem lehetett folytatni tovább azt a rendszer. Ezért vágott bele a kormány egy nagy fába, fejszét, hogy így fogalmazzak, és fogad hozzá ugye a közoktatás átalakításához, és létrehozta Hát fogalmazunk így ezt a mamut szervezetet, ezt a vízfejet, a klikket, mert sokan ezzel a kritikával illették, és létrejött egy tulajdonképpen erősen központosított szervezet, ami úgy tűnik, hogy már a bebizonyosodott, hogy átalakításokra szorul, vagy Ez... átszervezésre szorul, nem igazán jött be minden eleme annak, amit eredetileg terveztek. Fogalmazzunk egy picit pontosabban. Ezért kellett úgy döntenünk, és annak érdekében, hogy legyen egy normális nemzeti közoktatás Magyarországon, ami a gyerek szempontjából a legfontosabb, ami versenyképes tudást tud biztosítani a gyereknek, ezért kellett állami fenntartásba venni az iskolákat. A, az, hogy ezt milyen szervezeti keretben látjuk el, az egy másodlagos kérdés. És itt el, önkritikus vagyok, el kell ismerjem, hogy az a szervezet, amit létrehoztunk a fenntartásra, ez a Klebersberg Intézmény Fentartó Központ, ez a maga központosított tevékenységével túl sok problémát okozott az iskoláknak, túl sok problémát okozott a pedagógusoknak. Én szeretném is megköszönni nekik, hogy ezekre a problémákra harsányan és nagyon határozottan hívták fel a figyelmet. Mert ez a figyelemfelhívás vezetett el oda, megtettük volna enélkül is, tehát azt gondolom, hogy van itt sarunk. De ez a figyelemfelhívás vezetett el oda, hogy minden tankerületben, az ország 109 tankerületében valamennyi intézmény vezetővel, pedagógusokkal leültünk, és meghallgattuk a problémáikat. Mindet följegyeztük, és minden problémát, amik súlyozottak, megoldhatóak, igyekszünk megoldani. Ezért jött létre az oktatási kerekasztal is, szinte azonnal, amikor ezt kitapinthatóvá vált ez a probléma, és ezért folynak ott ma is tárgyalások, most már munkacsoportokban, hogy ne az állam akarja kitalálni a tutit, hanem azokat, akik gyakorlatban az oktatási rendszerben dolgoznak vagy látják annak a erényeit és hibáit, tehát szülőket, pedagógusokat, szakértőket egy nagyon széles körben folytassunk erről egy széles nem vitát, megbeszélést, hogy úgy, úgy, oly módon lehessen átalakítani ezt a rendszert, ami mindenki megelégedésére szolgál. Ez érthető. Bocsánat, az én feleségem tanítónő. A... Minden héten megkaptam a magamét. Én is. Például a portfólió nevű, én nem is tudom pontosan mi az miatt ilyen értelmetlen dolgokat egyébként nem szabad csinálni. Kis színes az egészben. Hogy, és nem azért mondom, hogy a saját felelősségünket bármilyen módon is mentsem, mert az megáll. A, na ezt ugyanazok az oktatási szakértők csinálták, akik a korábbi rendszernek is az oktatási szakértői voltak, és akik ma a leghangosabban bírálják ezt a rendszert. Ez nem az állam, nem a minisztérium írta, hanem ezek az oktatási szakértők. Na régi bűnnek hosszú az árnyéka, remélem ezeknek az embereknek soha többet semmi szavuk a magyar közoktatásban nem lesz. Sokáig mégis úgy tűnt, bár az önkritikát, ahogy ön megfogalmazta, elismerik, hogy vannak problémák, gondok és hiányosságok, vagy vannak még további megreformálandó területek, de okozott ugye most már látszik, és ezt is orvosolni kellett több, hát nem is tudom a pontos összeget, 17 milliárd forintos kliktartozás gyűlt össze, amit szintén szanálni kellett, vagy meg kellett oldani, tehát keletkeztek finanszírozási problémák, és de sokáig az is úgy tűnt, legalábbis a kívülálló számára mindenképp, mint az oktatási kormányzat nem akarna tudomást venni ezekről a felszín alatt gyűlő, gyülemlő problémákról, ami aztán tényleg odáig vezetett, hogy megmozdult a pedagógus társadalom, a mozgalom elindult, demonstrációkat szerveztek, a szülők egy részének szimpátiáját elnyerték, ugye itt volt hétfőn, február 29-én a Nem menjünk suliba kezdeményezés, és hát azért kormánypárti politikustól, vérmérséklettől függően valaki hevesebben ítélt el, hogy utcára mentek a pedagógusok, demonstráltak, szintén Vérmérséklető függően, hogy a szülők miért avatkoztak bele, meg miért biztatták arra a gyerekeket, hogy ne menjenek iskolába, valaki egy picit, mintha melléjük állt volna. Oké, okay. na, a... hol tartunk? Három kérdés. Későre reagáltunk-e? Szerintem igen. Az más kérdés, hogy igen, ezt tudtuk az elején is. Hogy egy ilyen nagy rendszer átalakítás, az biztos, hogy hibákkal fog járni, sőt, abban is biztosak voltunk, ezt el is mondtuk egyébként, hogy induláskor vélhetően túlságosan központosított lesz, és abból tudunk igazából majd visszalépni a normális működésre. Ez túl jól sikerült sajnos a központosítás, most ezt idézőjelben mondom. Pontosabban nem is azzal volt a baj, hanem korábban kellett volna már visszalépni, ez a meggyőződésem. Azt a bürokráciát, amit a pedagógusok nyakába raktunk, még egyszer mondom, nem feltétlenül mi, hanem ezek a remek oktatási szakértők, attól már rég meg kellett volna őket szabadítani. A, a kell, Természetesen kell értékelési rendszer. Mindenhol kell. Magyarországon 25 évig nem volt. Az önkormányzatok nem értékelték a. nem volt ilyen feladatuk hogy valójában értékeljék a, az oktatási rendszert, illetve értékeljék a pedagógusok munkáját. Mindenkinek szüksége van tanácsa, segítségre a saját munkájával kapcsolatban. De azt nem úgy kell megoldani, hogy mindenféle idióta, Izéket, nem, nem, második, mit kell kitölteni, föltölteni, átírni, beszámolni, ilyen tervet, olyan stratégiát Maradjunk kell szépen, annyiban, hogy rendkívül a, sok adminisztrációval jár feladat. Ezt a fenébe, csináljunk lett... valami normálisat közösen a pedagógusokkal. Na, és akkor itt jön a másik szál, hogy annál gyalázatosabbat, amikor a pedagógusok jogos kéréseire az ellenzék, meg a saját szakszervezetük, meg néhány nyikhaj senki házi, egyébként rákaszkodik, és politikai tőkét akar ebből kovácsolni, és nem nézi a gyerekek érdekét, hanem csak a saját pecsenyét sütögeti, ennél gyalázatosabbat nem tudok elképzelni. És gyakorlatilag ez zajlik. Hát létrehoztunk egy oktatási kerekasztalt. Meghívtuk oda azokat a pedagógusokat és pedagógus szakszervezeteket, akik egyébként a problémát fölhozták. És erre azt a választ kapjuk, hogy nem jönnek el. Tüntetést szerveznek inkább. Na, hát bocsánat, hát ha meg akarjuk valakivel beszélni a problémát. Azért a, ugye a kormány nélkül csak nem fog menni, a mindenkori kormány nélkül, jelen esetben a mi kormányunk nélkül. Hát nem egy tárgyalóasztalhoz kéne leülni? Aztán ha az sikertelen vagy eredménytelen, akkor természetesen lehet ez ellen folytatni bármit. De oda se menni. Azt mondani, hogy nem, az egészen döbbenet. Ja, és utána mi történik a vitanapon? Az ellenzéki az, az MSP szakértői a kik foglalnak helyet? Ezek a szakszervezetek és az ők képviselőik. És az MSZP egyik szónoka az föláll, és elmondja, hogy milyen méltánytalan, hogy a szakszervezetek itt nem tudnak megszólalni. Senki nem szólalt meg a parlamentben a képviselőkön kívül, sosem. Ezért ő fölolvassa az egyik szakszervezeti vezetőnek a levelét. Ami egy nyílt politikai úszítás volt egyébként. Tehát semmi köze nem volt az oktatáshoz. Hát akkor most miről van szó? A pedagógus szakszervezetek, meg ezek az emberek, akik mindenféle alternatív kerekasztalt találnak ki, meg nem menjünk vasárt, vagy nem menjünk iskolába a mozgalmat, ezek nem a gyermekekért, nem az oktatásért dolgoznak, a saját politikai ambiciójukat élik ki. Hát ugyanaz a Gallóni asszony, a szakszervezet vezetője, aki most nem ül letárgyalni, hanem tüntetést szervez az annak idején, amikor a pedagógusoktól a szocialisták elvettek egy havi bért, azt nyilatkozta, azt nyilatkozta, hogy ő nem tartja megfelelőnek a tüntetést és a sztrájkot az érdekérvényesítése, mert az árt a pedagógusoknak. Akkor senki nem hívta meg tárgyalni. Most mi meghívjuk tárgyalni, nem jön el, és tüntetést meg sztrájkot szervez. Azok az emberek állnak az élé élére, adják az arcukat ehhez. Pukli úr, aki nyolc évig szocialista pár tagja volt, a szocialista pártnak volt képviselőjelöltje, a Miskolci úriember, az, aki először úgy a nevét adta mindehez, ja, az a korábbi szocialista polgármesternek volt az egyik legbenfentesebb tanácsadója, a igazgatója, az alternatív kerekasztal szervező, talán radó ...nak hívják. Ja, az egyébként a korábbi szocialista szabaddemokrata kormányoknak volt, az civil és oktatáspolitikai tanácsadója, a minisztériumban főosztályvezetője, a másik, a titkára ennek a szerveződésnek, az alternatív kerekasztalnak, aki egyébként nem hajlandó elmenni a normálisra, az a bajnai pártnak az oktatási szakértője, tehát egészen egyszerűen milyen fölháborító, tisztességtelen és aljas, hogy ezek a szervezetek a, komolyan mondom, mint a migránsok. A gyerekeket tolják maguk elé. És úgy akarják elérni a saját céljaikat, és ezzel egyébként mérhetetlenül sokat ártanak a pedagógusoknak, mérhetetlenül sokat ártanak a gyerekeknek. Egy dolog egészen biztos, hogy akármit csinálnak. Azt a célt, amit mi megfogalmaztunk, hogy a gyermek az első, és hogy ebben a mi szövetségesünk, azok a szülők és a pedagógusok kellenek, hogy legyek, na ettől bennünket nem tudnak eltántorítani. Úgy tűnik az ön szavaiból, legalábbis mindenképp az, hogy a kormány, illetve a frakció kész a problémák megvitatására, kész a helyzet kezelésére, és ahol kell, ott készek változtatni is. Nyilván ezt is jelzi, hogy az oktatásért felelős államtitkárt leváltották, menesztették, Palkovics úr vett át ugye ezt a területet is, a korábbi felsőoktatási államtitkár, és már egy kézben maha, ha úgy tetszik ez a terület lesz-e megoldás, megnyugtató megoldás? Fél mondatba, hogy mondjak annyit, nem csak a bajtársiasság kedvéért, hanem mert így is gondolom, hogy én őszintén tisztelem Cunyi Nébert, hanem a Judit volt államtitkár asszonyt, én szerintem ő az erején felül dolgozott azért, hogy ezeket a problémákat megoldja, viszont kétségkívül igaz, hogy ha mi azt szeretnénk, hogy mindenki számára hiteles legyen, hogy már pedig most tényleg lesznek változások, ahhoz szükséges ilyen esetekben a személycsere is. Korábban Hofman Rózsa államtitkár is távozni kényszerült, lett helyette ugye a Cunyi a Judit. Hát az egy kormányváltáskor történt meg, az egy más szituáció, ilyen rengeteg van. Én azt gondolom, még egyszer mondom, de akkor a rövid válasz igen. Tehát az a helyzet, hogy mindenre készek vagyunk, egy-két dolgot leszámítva. A én nagy eredménynek tartom, és fontosnak. Pontosan azért, mert, mert kifejezetten tiszteljük és megbecsüljük a pedagógusokat. Hogy 2013-tól kezdve egy olyan életpályamodalt fogadhattunk el, amiben az akkori egyszeri jelentősebb, és azóta folyamatos béremelés hatására ma elmondhatjuk azt, hogy átlagosan kb. 40%-kal nőtt a pedagógusok bére. A Leegyszerűsítve mondjuk egy általános iskolai tanító az évente 1 millió forinttal keres többet, mint korábban. A, ez a megbecsülésünk, a bizalmunk jele talán. Ellentétben azokéval, akik mondjuk egy havi bért vettek el a pedagógusoktól. Lásd, szocialisták. Azokat a kéréseket viszont nem áll módunkba teljesíteni, amelyeknek az együttes hatása, mint egy újabb 18%-os béremelés lenne. De minden másban. Plusz még egy dologban, hogy csináljunk vissza mindent, abban egyébként nem tudunk partnerek lenni, de minden másban, hogy fölépüljön egy új, mindenki számára fogyasztható rendszer, abban igen. A korábbiakból úgy tűnik, hogy az adminisztrációs terhek csökkentésében, átalakításában, megváltoztatásában is partnerek. Abszolút. Legalábbis nem ragaszkodunk mondta az és központhoz így módon. Sok ötlet van kormányzati szinten, hogy hogyan alakítsuk át, csak be akarjuk vonni a pedagógusokat. Tehát hallani akarjuk a kerekasztalon, a kerekasztal bizottságaiban azokat a javaslatokat, hogy ők hogy gondolják, ezért nem hozunk már most ö, számtalan döntést meg, mert kíváncsi vagy, kíváncsiak vagyunk a véleményükre. De kicsit visszakanyarodva, még bocsásson meg érte. A, a vitanap az arra is rávilágított, hogy én egy komoly tévedésben éltem. Mert én azt hittem, hogy a szocialisták valójában folyamatosan azért ezt a liberális oktatáspolitikát hajtották végre, mert az SZDSZ rájuk erőltette. De nem ez a helyzet. Kiderült, hogy ők ugyanazt akarják visszacsinálni. És jó kérdés, hogy miért. És azt kell mondjam, hogy megvan rá a válasz. Azért, mert nem baloldaliak. A mai magyar baloldal nem baloldali. Mert ha valaki belegondol, az iskolák állami kézbevétele az egy baloldali program. Mert az arról szól, hogy minden gyermek, függetlenül attól, hogy milyen településen él, egy szegény faluban vagy egy gazdagabb városban, ugyanazt az oktatást kaphatja meg. Minden gyermek éljen egy szegény Szabolcsi faluban, vagy akár egy Budai kerületben, ugyanabból a tankönyvből tanulhat. Minden gyermek, éljen akár az ormánságban, vagy minden gyermek tanítója, éljen akár az ormánságban, vagy éljen mondjuk a Budapesti 5. kerületben, ugyanazt a fizetést fogja kapni. Ez régen nem így volt. Hát ezeknek a méréseknek a legnagyobb, ö, leghangsúlyosabb eleme az pontosan arról szól, hogy az, hogy egy gyermek milyen oktatást kapott, azt meghatározta, hogy hova született és a liberálisoknak mindig ez volt a célja. Lehetetlenítsük el a középosztályt. Minél nagyobb terhet tegyünk rá az oktatás kapcsán. Legyen drága a tankönyv. 16 milliárddal olcsóbb ma a szülőknek a tankönyv, mint korábban. Legyen drága, alig tudják kifizetni. Teremtsünk olyan feltételeket, romboljuk le, vegyük el a józanészt az oktatásból. Mondjuk azt, hogy a tanár nem tájékoztathatja a szülőt arról, hogy a gyermeke terhes, vagy mondjuk kábítószert fogyaszt. Találjuk ki a szöveges értékelést, nehogy már bárki tudja azt, hogy egyébként hogyan is teljesít a gyermeke. A pedagógusok meg körmüljenek egy héten keresztül, amikor a bizonyítványt írják, értelmetlen, fölösleges, hülye szövegekkel. Egyébként az... a szöveges értékelés még második osztály fél évig megvan. Igen, ez egyébként egy nagy hiba szerintem már ott csak ilyen, hogy meglegyen. De az első intézkedésünk az volt, hogy legalább nem negyedik osztályig tart. És ugyanakkor pedig az elit számára legyenek méregdrága alapítványi iskolák, ahova saját gyermekeiket járathatják, az elit az kapjon kőkemény, komoly leterheltségű, nagy tananyagú ö, oktatást, minden más lehetetlenítsünk el, így aztán mindenki úgy fog élni, ahova született. Na ez volt a, ez a liberális oktatáspolitikának a lényege. Ezért nem fogunk ide soha visszatérni. Legyen ez a végszó. Ne és legyen, mert van még két mondatom, amit szeretnék elmondani, a szabad rövid leszek hogy én mindenbe felajánlom a szövetségünket a tanároknak. De a képviselő az már csak olyan, hogy nem csak pedagógusokkal találkozik, hanem szülőkkel is. És én is kérnék némi segítséget. Mert azért egy szolnoki elit gimnáziumba fordult elő az, hogy fordul elő a mai napig, hogy a szülők rettegésben vannak egy humán beállítottságú osztály kapcsán a matematika érettségi miatt. Mert azt tapasztalják, hogy nem tanítja meg gyermekeiket a matematika tanár, nem a felvételi szintjén, az érettségi szintjén. Ezt sokszor jelzik. Kénytelenek a gyerekek jelentős része, még egyszer mondom, alapvetően humán irányultságú matematika fakultációt választani azért, esélye legyen leérettségizni. Elmondják szülőértekezleten. És a szülőértekezleten azt a választ kapják, hogy de hát a matematika tanár vagy tanárnő most teljesen mindegy ebből a szempontból, az ebbe a gimnáziumba járt, milyen jó tanuló volt. Én azt szeretném kérni, hogy mi minden segítséget megadnánk. Elnézést kérek a hibáinkért, amit elkövettünk. A jó szándék vezetett bennünket, és a későbbiekben is az volt. De kérem, hogy abban is legyünk partnerek, hogy amit az iskolában kell megoldani, azt az iskolában segítsenek az iskola vezetői megoldani. Úgy legyen. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Kedves nézőink, ez volt a Fórum március 3-án Csütörtökön, viszontlátásra március 10-én.